Na, hát hello, hello! Elérkezett a várva várt esemény. Jön az új kiegészítő, a M19, vagy a spoiler, reprint 19. Kint van az összes lap, és a héten már kezdődnek is a pre-release eventek. Kicsit megnézegetjük a lapokkal, a lapokat az állandó szakértővel, Nagy Ferenc Teferivel, ugye? Sziasztok, hello! Hello! A meglepetés vendégünk nem érkezett el ide sajnos, így kettecskén leszünk, de azért egy picit megnézegetjük a lapokat, hogy mire lehet számítani, hogy milyen kártyák fognak kikerülni a T2 formátumra, vagyis hát a standardre, de előtte híradások következnek. Ugye volt a bannolások kora, Feri, mit szólsz hozzá? Hát Érinte minket. sok mindent bannoltak, nem? De... Jó, tehát aki nem tudná, Legacy-t érintő bannok voltak, a Kitexion Pro-t és a Deathrite Shaman-t bannolták ki Legacy-ról. Nem tudom. Igen, sokan játszak Legacy-t itt Magyarországon, úgyhogy készültünk erről egy külön elemzéssel, hogy a Legacy bannok hogyan és mit fognak befolyásolni, de majd ezt a következő alkalommal fogjuk csak elmondani. Így van. Most azonban talán még annyi, hogy én számítottam egy Goblin Chainwheeler bannolásra. Hát igen, eléggé meghatározó de... szerepe van most a jelenlegi metában T2-n. Hát viszonylag sokan játszanak vörössel, meg vörös-feketével, meg vörössel, meg még vörössel. Meg feketével, amivel van vörös. És fekete spes tartalmazó és ez a kártya, ez elég erős lett, ugye a legerősebb ilyen, tehát minden színből kiadtak egy ilyen három kötött manás lényt, és most egyelőre ő vezet. De majd meglátjuk, hogy, hogy az új kiadás például majd, amiről az M19 is, amiről beszélünk, hogy majd ezt a dominanciát hogyan befolyásolja, mert majd lesznek érdekességek szerintem, úgyhogy... Hát, nyalánkságok jönnek a formátumra kimondottan. A modern az pedig szerintem kifejezetten jól működő formátum. Most a Teferi bekerült egy csomó deckbe, de én nem éreztem azt a legutóbbi GP-nek így a mezőnyét nézegetve sem, hogy bármire szükség lett volna modernen, ami nagyon erős lett volna, úgyhogy ez most így jó, ahogy van. Ugye egy pár hónapja beszélgettünk még a bannokról, ámbannokról, akkor a modern érintő komoly ámbannok történtek, ugye, és nagyon azért annyira nem rázta fel a metát. Vagyis hát kerülgetnek be a Jace-ek, de nem tudom, szerintem a Teferi nagyobb impactet adott annak a decknek, mint maga a Jace-ben. Vagy nem tudom. Igen, hát már pontosan emlékszem, hogy pontosan miről, mit állapítottunk meg a Jace meg a Vatbédelf kapcsán. Ugye itt volt arról szó, hogy melyik fog nagyobb hatást gyakorolni, de aztán volt egy ilyen, szerintem egy ilyen óvatos álláspont, hogy lehet, hogy igazából egyik se. De hát Jace az bekerült control deckekbe, most egyelőre ez látható, azt, hogy mindent fölfogadott volna, az nyilván nem igaz. Meg hogy most a Jace lenne, Jace körül forogna minden hirtelen, de tény és való játszanak vele egy ilyen control deckben, úgyhogy így végül, van. Végül is valamire jó volt ez az ámbát. A Bad Blade Elfet azt talán kevesebbet látni, de szerintem azon is játszanak Jundban, meg itt ott, ahol meglepő módon korábban is játszottak vele, úgyhogy ez... És hogyha már a legutóbbi GP-ről van szó, meg kell említenünk Poroszkai Lacit, aki ugye top 8-ban szerepelt, most sajnos kikapott egy Jeskai Controltól, de igen, hát top 8, GP top 8 újra, magyar GP top 8 újra, ezt legutoljára Kocsis Gábor csinálta, ugye Londonba. Ő akkor top 2 volt, és azt hiszem ő volt az utolsó, legalábbis tegnap erről beszéltünk, hogy ő volt az utolsó, aki top 8-azott. Úgyhogy nagyon nagy gratula innen is a Poroszkai Lacinak, illetve hogyha minden igaz, sikerült vele is lebeszélnem egy ilyen kis interjút, megnézegetni, hogy mi történik, úgyhogy ha minden igaz, erre csütörtökön lehet számítani, és akkor majd azt kicsit jobban körbejárjuk, hogy milyen deckkel indult, mert elég furcsa maga a deck választása.
illetve hogy hogyan tesztelt. Eltalálta? Eltalálta, igen. Igen, hát annyit lehet elmondani, hogy mire köz, ugye? Hát ennyit így előjáróban, miért pont mire köz, ezt majd ő el fogja mondani, mert én se értem tulajdonképpen, hogy ki és miért csinálna ilyet az életével, de ő megcsinálta, és össze is jött neki. Hát a csoda megtörtént. Úgyhogy ezt majd mindenféleképpen megbeszéljük vele csütörtökön, de addig is M19. Feri, mit hoz nekünk? M19 lenne, még mondanék egy pár szót ilyen. Igen, mond. Financiális, bocsánat, jellegű. De mindjárt csak egy pár dolgot arra gondoltam, hogy elmondok, mert igazából kapcsolódunk már az M19-hez is, de ezek csak ilyen hangos gondolkodások, hogy amit érdemes szerintem észrevenni, és megfigyelnetek, hogy jelentősen megváltozott a kereslet már az előző kiadásnál is, meg borítékolhatóan ennél az új korszetnél is ugyanez lesz tapasztalható a lapok iránt. Ez a Dominária kiadás, ez egy igen erős, meg jó kiadás lett. Elég sok jó lap van benne, mint az tapasztalható is, és olyan lapok is, amik több formátumon is meghatározóak tudnak lenni. Mind a mellett, hogy az is látható, hogy pont ezt számoltuk Áronnal, hogy idén nem is tudom, már 8 különböző termék, vagy produkt, vagy kiadás, vagy nevezzük, hogy akarjuk, jelentés fog megjelenni, ugye az alapvető évi 4 kiadáson kívül mindenféle Master Set, meg Battle Bond, meg Commander Set, meg mi is volt a neve ezeknek a Type 2-es Reconstructed deckek? Challenger deckek, de hát, hogy jó sok termék van, lehet, hogy megkockáztam, hogy egyre több, viszont ennek ellenére ez a Dominária siker, ez nagyjából így elkönyvelhető, és hát azt várják a piacon, hogy az M19 is hasonlóan fog, vagy szerepelhet, de meg fogjuk majd látni azt, hogy ahhoz képest, hogy ez egy korszett, ahhoz képest elég izgalmas, meg erős lap felhozatala van, úgyhogy én abszolút pozitívan várom ennek a kiadásnak is az elkövetkeztét, mert szerintem nagyon sok érdekes lap van benne, meg egyik-másik azért az érték szempontjából sem elhanyagolható, mert akkor is, hogyha reprintelték. Másrésztről meg lehet egy csomót gondolkodni azon, hogy vajon majd később milyen mechanizmusok lesznek megint a meghatározóak. Igen, mert eddig ugye nem volt, 15 volt az utolsó M-set, ha jól emlékszem, M15 volt az utolsó. Hát volt az Origins, ugye, az a záró ciklus. Tényleg, igen, az lett volna az M16, és ugye itt nagyon nagy százalékban az M10-ben volt egy pár lap. Az M10-ben volt Baneslayer Angel. Az M11-ben is volt Baneslayer Angel, de a M12-ben volt Phantasmal Image, és nekem nagyon sokkal több MS lap nem jut az eszembe, kivéve a földeket. Hát talán a zöld, a Primeval Titan, mert ezekben a kiadásokban sokszor kiadtak ilyen, hát eléggé tehát versenyzői szemmel nézve nehezen használt lapokat is elég sokat. Most nyilván ebbe is vannak, ebbe az új kiadásban, meg ugye általában ezekben a szettekben voltak így ezek az alap Planeswalkerek is belecsempészve, aztán túlzottan nagy impactjük ezeknek nem nagyon volt, de hát, hogy én Jace, Liliana, meg bizonyos Chandrák, meg bizonyos Nissák, meg bizonyos Ajanik, de... Hát azok nem az igaziak voltak, ugye? Sose ezekbe a szettekbe jöttek ki az ilyen igazán domináns Planeswalkerek, mint például a Liliana Odeweil, vagy most az a Chandra, ami ugye Torch of Defiance néven fut. Igen. Vagy egy ilyen Jace the Mindscarptor nevű közepesen ismert Planeswalker, meg ez hasonló, de azért itt már meglátjuk, hogy mi lesz.
nem biztos, hogy ez most megváltozik, de még az is lehet, hogy igen, majd kiderül. És hogyha már egy a Planeswalkereknél járunk, akkor figyelj mekkora átvezetés. Hogyha már Planeswalkereknél járunk, akkor nézzük is meg ezt az új Azsanit, ami 4-ért jön és 4 loyaltit kap. Mit gondolsz erről a mitikus kártyáról? Szerinted ez lehet-e egy olyan kivételes M Planeswalker, ami meghatározhat egy formátumot? Hát, sose voltam ez a tipikus fehér mágus, aki macskákat rakosgatott, de vannak mostanában olyan hölgyjátékosok is akár, vagy akár akik szeretik a fehér színt. Nem tudom, én az agyoni PV-knél talán azt a három manást tudtam még régebben legjobban kedvelni, aki viszonylag erős, de így meg Double Strike, Flying Gold valaki, azt hiszem, igen. Az eltett egy játékot nyerni gyorsan, de itt minden esetre az szerintem, de mind a két ilyen kis képesség az jó lehet, mert biztos, hogy lényegekbe fogjuk ezt játszani, tehát a pluszolás az lehetőség szerint lesznek célpontjai, és az, hogy játékba visszarak egy lényt, az pedig egyben meg is védheti őt, vagy pedig a későbbiekben hasznos lehet. Szóval én annyira nem ezt a Planeswalkert emeltném ki így a felhozottalból, de elmegy, tehát hogy én nem, mert túl nagy hibát sem látok benne igazából, de szolid akastatja elég. Igen, itt mellette közvetlenül látható a barátja, 2x2x2, ez amikor volt T2-n live game deck, akkor ez egy core lap volt, ugye? Az a Agile Sprite Mate. Igen, ez egy reprintelt kártya, az fontos, majd az elején megemlítenünk, hogy nagyon sok reprint van, megint ebben a kiadásban is. Most nem fogjuk az összes Kamon-Ankamon lapot majd elmondani, amik reprintek, de lehet, hogy egy-egy szóval ma megemlítjük. Végtelen hát, reprint van ebben a kiadásban. Tehát igen. Egyszerűen iszonyat sok, és vannak reprintek, amik nagyon jók. Igen. Amiket örülsz, ha majd kibontod őket. Így van, így van, sikítunk. Visszajött a... Hát a jövő hét is visszajött. Na mindegy, igen. Az Agenis Prime Mate szerintem, hogyha lesz Type-2-re majd ilyen monovite, ilyen tribal deck, ami macska témája lesz, akkor játszani kell vele négyet, de még akár ezeken a limited draft vagy cíldekekben is, ahol végtelen sok common laptól tudsz gyógyulni, meg egy csomó ilyen gyógyulós mechanizmus van, ott ez el tud gyorsan kanászodni igazából, de hát majd ez sose volt egy rossz kettes drop ez a kártya. Van itt egy cleansing novánk, ami nem akarok sokat beszélni, csak annyit, hogy szerintem egy teljesen szolid ritka lap. Ezek az opciós kártyák, hogy választhatsz két dolgot, ezek mindig jók, lásd az upgrade. Igen. Egész menő kártya lett. Itt lényeket tudsz leszedni, vagy hogyha éppen az nem annyira erős, akkor le tudod szedni az összes enchantmentet, ami kirimoválta a lényeidet, vagy artifacteket, vagy éppen amire szükséged van. Ez egy teljesen hibátlan lap, de hát nyilván nem érték szempontból, csak szerintem majd használhatóság szempontjából. De rugalmas kártyákat mindig is szerettem. Hát majd azzal, hogyha el fog tűnni a Fumigate a formátumra, akkor szerintem ennek a lapnak lehet létjogosultsága a Destroy Creatures. Ez hamarosan be is következik majd. Ez be is fog következni októberrel. Úgyhogy szerintem ez a lap, ez megint egy olyan dolog lesz, hogy ilyen staple, tehát hogy négyet fog játszani belőle a control deck. Mást én sem tudok erről így igazából mondani. Na de tudsz az izolétről mondani valamit? Ez ami... egy fos. Én ennyit tudok erről mondani. Én itt értetünk be, fölírtam azt, hogy modern, meg egy kérdőjelet a szó után. Ugye én most hirtelen a Goblin Guide-ot, a Pirate Spellbombot, hashtag, a Death Shadow-t, és ilyen random Birds of Paradise-okat tudok mondani, amiket elvileg játszanak modernen ilyen kártyákat mostanában, és ezeket megoldja, de hát az is igaz, hogy van Path to Exile, meg van, volt is, meg lesz is. Igen. De... Én de úgy gondolom, az, hogy... De az, hogy a Pirate Spellbombot valahogy, nem tudom, most ez nem, lehet, hogy nem lesz releváns igazából, hogy vannak most egy ilyen menő kombódaknak a win conditionjét meg tud vele oldani. Nem tudom, mindegy, ez érdekességként följöttük ezt a lapot, majd a modern mágusok elgondolkodnak rajta, vagy nem tudom,
Nem rossz alapnak az elképzelése, sőt, kimondottan jó. Nem gondolom azt, hogy lenne létjogosultság egy ilyen lapnak, még akkor is, hogyha olyan, de most nem csak ugye a Monoredről beszéljünk, hanem beszéljünk a Humáról, ami játszik 12 darab egy dropot összesen, mert játszik 4 Aetherviát, meg Hierarkot, meg nem tudom, igen. Izét. Ezeket is még hozzá lehet mondani. Igen, tehát, nem hiszem, hogy ez szerepelni fog. Szerintem ez nem mindegy, de talán szájba egy-kettő befér. Hogyha így nézzük. De annyira szituációs, és annyira csak pár deck ellen jó, hogy nem tudom, hogy ez... Ha a modell nem lenne ennyire divers. Széles, tehát hogy divers, akkor jobb lenne, mert azért... Csomó kulcslapot megold. Ezt találom. De lehet, hogy egy nagy dröfös crapler lesz belőle, de nem biztos lehet, hogy... Hát egy Champion of the Perish nem rossz ugyanannyiból megoldani, mint amennyire kikasztolod, ugye? Na, aztán, amit én felírtam, még mindig a fejészénél maradunk, mert még ott azért van egy-két érdekesség. Jó, ez csak egy saját ilyen saját fixáció, hogy játszok ilyen Spirit Texas deckkel, és vannak ilyen spiritek, amik izgalmasak, mondjuk a fehér színbe is esetleg ez ami csinál egy XLO card, szóval target PSP redefektet, plusz egy 2-2 flying, ez a Remorse for Cleric, igen. Jó, ezt csak így megemlítem, hogy aki játszott ilyen Spirit deckkel Type 2-n, aztán utána az átemelődött modernre is, aztán ez egy tier 2.5-ös tech most jelenleg, de... De azt tudjuk, hogy most jön hozzá egy iszonyat juicy kártya, csak majd egy kicsit később fogjuk azt megnézni. Igen, meg majd lesz kékbe is egy iszonyatosan spiritre izguló kártya, de ez majd meglátjuk, hogy ebből lesz-e valami, vagy nem, ezt csak úgy megemlítjük szintén, mert... Ha már megemlítettük ugye a spiriteket, akkor menjünk egy ilyen másik képzeletbeli lényre, ezek pedig az angyalok, ugye? Igen, ott van mellette egyből Represented Angel, a Mythic, a baszó angyal, ugye, Bece nevén, úgy hallottam, így hívják. Hát... Jó. Ez most én sokat nem akarnék erről az angyalról beszélni, egy erős lapnak tűnik. Figyelj, 3x3x3 flying. Ez iszonyat jó. Ez idáig rendben van, aztán, hogyha a csillagok ugyanek, akkor csinál is valamit, aztán, hogyha nem oldod meg, akkor meg aztán sok mindent csinál. Annyit kell csinálni, hogy az endstepbe kell gyógyulni, tehát és akkor kapsz egy 4x4-es angyal tokent, flyinggal is vigilenszem. De is kell gyógyulni. Figyelj, igazából az a baj, hogy ami már szont a problémám vele, hogy megoldj egy lightning strike, úgy, amivel úgy nagyjából minden vörös meg játszik. Meg az említett upgrade, ugye. És az upgrade is, és azért a képesség ez, hogy 5-öt gyógyuljál, az nem tudom, az csak úgy nem szokott bekövetkezni. A másik 6 manás képesség, az pedig majd a 6 manád lesz akkor esetleg. Na mindegy, szóval summa summarum, hogy biztos, hogy mitik angyalok azok általában mindig valamire jók szoktak lenni. Ez is jó lesz majd. Egyszer most jelenleg így lelövöldözik könnyen szerintem, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ettől függetlenül biztos, hogy erős lap. És akkor vannak még a lovagok, mert hát ők is léteznek, ők is szabad elfelejteni. A más inkább sem, mert vannak fekete lovagok, meg fej lovagok is a domináriában, meg lovagdekkel is találkoztunk, most egy személy szerint én is RPTQ környezetben. Hát meg amúgy lerakja a History of Banánát, aztán kapod a 2x2-es banánokat. Meg van egy olyan 3-5 fehér banás domináli alap, ami szintén a lovagokat izgatja. Nem, az minden. Meg aztán itt van még egy lovagfőnök, ami már még tovább izgatja a lovagokat, de hát most már... Igen, és az a jó, hogy ez utána izébe jön, mert ez egy 4x3x4, az előző pedig 3x3, tehát hogy ki lehet körvölni azt, hogy a 2x2-es kis küszműt a lovagjaid 4x4-jel rendelkezzenek, és emellett first strike-osak, illetve 5 ér az összes lovagod double strike-ot kap. Tehát, hogy így ez ki van körbölve egész konkrétan a night deck, csak össze kell húzni. Igen, de az a lényeg, hogy volt, aki már megpróbálkozott vele kompetitív versenykörnyezetben is.
Az jó végül is, hogy minden lényed first strike-os, meg double strike-os, és hát móka és kacagás. Igazából ez a tipikus ilyen white mini deck, hogy rakod ki a lényeket, és aztán lesz valami. Én, de azt meccs... akartuk ebből, igen, azt akartuk kiemelni, hogy ilyen lovag tribe is alakulhat így elég erőteljesen majd, szerintem, vagy alakulhat, mert jött még egy főnök bele, már most is van egy főnök, meg vannak nagyon jó kettes droppok, meg van itt egy ilyen egyes drop lovag, amit meg kell ekvipelni, vagy meg kell áldani, de ez a novice knight, de igen. Nem tudom, majd ez kialakul, nem csak macskák vannak, hanem lovagok is. Annyit tennék hozzá a lovagokhoz, hogy egyébként Magic Arena-ban viszonylag közkedvelt archetype a Human Knight, vagy hát a Black White Knight deck, mint olyan. Tehát ez egy létező dolog, ott kirakja a Knight of the Mollyst, vagy Knight of, vagy itt tudom, melyik a fehér, kirakja azt, meg a feketét, aztán így jó napot kívánok. Meg lerakja mellé a banánnak a történetét, és akkor egy minden nagy, meg vigilance, meg minden őzmos takarít. Én meg visszatérnék a Sun Cleanserhez, ugye mondtad, hogy ami ilyen csúzvanos kárt, az viszonylag jó szokott lenni. Itt van egy ilyen Sun Cleanser, ez a 2x1/4-es kártya, ami választhat az, hogy removalja az összes countert a lényről, és nem kaphat countert, ameddig ez a kis lényecske lent van a battlefielden. Illetve van egy másik, hogy célpont ellenfél veszíti az összes jelzőjét, és nem kaphat jelzőt, ameddig a Sun Cleanser lent van a battlefielden. Ez egy 1/4-es lény, tehát viszonylag azért nehéz eltakarítani a battlefieldről, és én modernben tudom ezt így valahogy, vagy modernen. Nem tudom, hogy van olyan deck, ami jelzőket pakol az infekten kívül. Na hát ezen gondolkoztam én is, és egyőre nem jutottam el a megoldásig, hogy ez a lap, ez miért került be ebbe a kiadásba, meg hogy mi ennek az oka, de valami oka biztos, hogy van. Ugye az ellenfeled... Hát lehet, hogy az energy-t akarták ezzel meg... kattolni, de hát most az energy-t már, meg már minek, tehát hogy így... Azt így... már minek, azzal már nincs. Ezen én csak elgondolkoztam, és azért nem is írtam fel egyelőre így magamnak, mert nem tudom azt, hogy amikor lejön, akkor az ellenfelettől miért jó countereket, milyen countereket tudsz el, milyen countereket gyűjthet, de lehet egyébként ennek, ami casual vagy RDH, lehet. Jelentősége lehet. Hát de figyelj, egyébként fehérben ott van a Flicker Beast, ott van a Restoration Engine, tehát viszonylag sok szór tudod lemásolni ezt az effektet. Nem tudom. Hát igen, de most mit tudom én, Arbant, Ravager, azon vannak jelzők. Hát az meg Sunburst-es, ezt úgyis feláldozza, vagy mi az? Na de igen, de azt meg, ez szóval nem tudom, de igen, ez egy érdekes lap. Én egyébként nem tudom a megoldást, hogy mire, hol lehet ez jó, de arra vannak ezek a lapok, hogy ezeket... 2x1/4 nehéz leszedni. Ennyit jegyezzünk meg róla. Igazából, hogy az lenne ráírva, hogy Remove Counters from Target Permanent, akkor ez egy világi jó kártya lenne. Mert Target Player, akkor is esetleg. Igen. Tehát mondjuk, hogyha kiraknám infektelni, és eltűnnének a Poison Countereim, és nem kaphatnék addig, amíg ott van, igen. Akkor jobban hangzana, de ha jól olvassuk, akkor nem ezt csinálja. Nem, csak oponencia ellen hasznos. Na, igen. Menjünk akkor a kékekre. Én bocsánat, még egy kicsit elrabolom a szót. Reprint Anticipate, ez amikor kint volt a T2 control deckeknek a meghatározó lapja volt. Valószínűleg így lesz ez után is. Igen, hát ez jó kis common. Vannak hasznos commonok egyébként, nem akartam volna annyira a szót lesztegetni, mert vannak ilyen standard, megint ilyen Essence Cutter, meg Divination. Nem, csak ugye az Anticipate ezek, Reprint ezeket az... Ezeket általában mindig valamilyen formában benne tartják a Type 2-es lapkészletben, hogy legyenek. Ugyanígy nem akar... Ugyanígy az Omni... Igen, Omniscience-ről sem feltétlenül így standard, meg modern, meg egyéb tekintetben nem akarunk sokat beszélni, mert ez is egy ilyen Mythic Rare reprint, ami... De ez talán inkább olyan, hogy így van, azért de most volt drága, még... mert nem volt belőle sok eddig. Hogy néztem a jegyzeteidet, felírtál egy limited UC-t, méghozzá az Exclusion Mage-et.
Igen, hát én ezt korábban is elmondtam, szerintem, amikor mindig találunk ilyen lapokat, amik azt csinálják, hogy tempót tudsz velük nyerni, de hát, hogy visszaküld egy lényt, amikor lejön a játékba, ezek a lapok, ezek mindig jók. Ez ráadásul egy olcsó drop is, és most ugye, az, hogy Wizard, az meg egy dolog, de hát, hogy akik Wizard deckre izgultak már a Dominária alatt is, annak azoknak most lesz egy ilyen kiváló, ilyen kicsit gyengébb reflektor mage jellegű kártyájuk, mert ő is Wizard, visszaküldi az ellenfél kezébe a Karnis Tyrantot, ja, azt most nem, de bármi más viszont igen. De van ennek egy nagy testvére, az meg Dominárjába jött ki, ugye az 5 ér 3x3, ugyanezt az effektet csinálja, és hogyha van Wizardod, akkor egyre olcsóbb. Tehát ezeket össze lehet így csinálni. 3x2-es, igen, ami lehet 4x3x2, de ez csak 3 mana, és 2x2, de lehet, hogy ez egy jobb kártya annál, mert olcsóbb, meg fixen csinálja, meg tudom én, de hát, hogy... Juicy, juicy, limited gomba. Igen, ez finom kártya. Igen, aztán fölírtunk itt egy olyan szót, hogy millezés. Érdemes megfigyelni, hogy megint, bár mondjuk a korszetteknél ez jellemző, hogy sokszor van ilyen millező téma, itt ez így kezd visszaszivárogni megint így a lehetőségek közé. Én nem azt állítom, hogy itt most akkor mindenki mildekbe kezdjen el gondolkodni, de van egy pár lap, ami erőteljesen arra hajaz, hogy Millstone, meg igen. Psychic Corrosion, meg Patient Rebuilding, meg ehhez hasonló kártyák, amik milleznek. Erre több szót nem is vesztegessünk, ezt csak érdekességként megemlítjük. Hogy lehetséges, lehet, aki szereti, lehet vele kísérletezni, igen. Na de a Shy, Toptermaster 1/4-3, miért jó ez? Miért jó ez, Feri? Nekem minden ilyen kis grindy engine lap, ami olyas, mint a pian alá, csak más, egy más, de kasztolsz egy artifact spellt, akkor raksz egy lényt ingyen játékba, aztán utána meg húzol lapot, aztán utána meg megint jönnek az artifactek ingyen. Nem tudom, hát lehet, hogy nem lesz bőle versenylap, de aztán az is lehet, hogy te még mindig van Ornitopter is, itt ingyen tudsz artifacteket rakosgatni. Amíg van Kaladesh, és végtelen sok olcsó artifact, mint Type 2-n is, addig lehet, hogy ez a kártyára majd valaki kitalál valamit addig gyorsan. Hát az előző kiadásból ugye van egy karnunk, ami tokeneket pakol, ami igen, meg van a karnunk, hány artifact ugye. Van. Ja. Tehát, hogy ez az artificial téma, ez ezzel a lappal, ez lehet, hogy majd játszhatóvá kezd válni. Érdekes. Igazából azt meg kell említenünk, hogy ezek az artificial deckek, ezek most is léteznek, de lehet velük játszani, lehet a nagy fekete mítik démont kiimprovizálni, hogy ha valaki szereti, csak erősebbek a vörös deckek, meg a control deckek, meg a UB midrange, meg egy-két másik deck, de ettől függetlenül ezek működő mechanizmusok, és szerintem érdekes is. Amikor kijött a kart, akkor Cornivus nagyon sokat erőlködött ilyen deckekkel, hogy rakosgatott random artifaktokat, és akkor lerakott egy kart, aminek 5x5, és akkor elment ütni, meg ugye van a nagy 11x11-es gólem, ami Kolosszus, Metalworld Igen, Kolosszus. Metalworld Kolosszus, meg ilyenekkel erőlködött, és amúgy egész mókás decknek tűnt. Abba ez alap kifejezetten egy boost, tehát hogy ingyen +1/+1 kap a Karnból kijövő kis küszmőte construct, meg amúgy is van mellett egy 1x1-es flyingos topter tokened, ami eléggé jó. Cserébe akárhány lényt raksz le, a sleep-el el tudod őket teppelni, ugyanis ezt örökre. Is felírtad örökre. Fel, igen, mert ez a lap, amikor időnként kiadják, és a limited formátumon bent van, akkor általában meg tudod vele nyerni a játékot a szildekken, hogyha letepped az összes lényt, akik nem is fordulnak vissza egyszer, de gyakorlatilag két köröd van arra, hogy megnyert a játékot, ez egy ilyen nagyon erős UC szerintem. De csak limited, tehát draft meg és vagy sealednek van jelentősége, de ami
megemlítjük azokat is, amik ilyen formátum esetleg úgy fontosabbnak tűnnek első pillantásra. Meg aztán itt van a Supreme Phantom is, amiről már elkezdtünk beszélni korábban, hogy ilyen, nekem ilyen petkártyám lehet majd esetleg, mert itt egy ilyen Spirit Lord, amiről már van egy modernen, ami kicsit jobb képességgel bír, mint ez, de ez még egy Spirit Lord. 1/3 flying, meg minden Spirit +1/+1 kap, úgyhogy még több. Jó, de hogyha már folkoknak van 3 lordja, akkor legyen a spiriteknek is 3 lordja, könyörgöm. Hát most már van 2, majd bármi lesz lehet. Még egy. De azokra ott, azoknál egyébként miután mindegyik repül, és általában legalább 2-es powerik van, mert a Mausoleum Wanderer is legtöbb esetben valami megtriggereli, és igen, már 2x2-es lesz hirtelen. Ott azért az lehet, hogy egy kört is tud számítani, hogy előbb meghal az ellenfél, mert mindegyik már 3-at üt, meg 4-et ütnek, szóval így majd kiderül, meg ugye a VR-lal ezeket is be lehet lakosgatni, mint a Merfolk Lordokat, na szóval majd alakul, vagy nem alakul, meg lehet. Hát ez ilyen kis móka és játék és kacagás, ugye a Phantom Deck. Igen. És mi a helyzet a 6-manás Planeswalkerekkel, amik 5 lojaltival jönnek, és tezeret megére ezeret. Ugye hangzott el a mondóka még pár évvel ezelőtt. Megéri-e az ezeret? Nekem tetszik ez a tezeret, mert erős dolgot írtak rá, szerintem. Tehát, hogy megint csak ugyanaz a kérdést kell feltenni, hogy ezek a kis képességei, mert most az ultimate-je mit csinál ezeknek a Planeswalkereknek, általában nagyon durva dolgot, de mit csinál a kis képessége, amiket biztos, hogy használni fogsz, amikor lejön. Na most egy tezeret, az általában ugye, hát ő is maga egy artifact master, egy artifact mester, de hát ő az értékes erekéknek a mestere, mindig is az volt. Tehát, hogy simán előfordulhat, hogy lejön, azt mindjárt húzol vele 2 lapot, mert... Hát mert olyan kedved van, érted? Mert van 3 artifacted. De hogyha éppen nincsen, akkor elő tudod idézni, legyen, mert még csinál neked artifacted pluszra, ráadásul lényt csinál. Hát eddig ugye mindig az volt. Védeni esetleg, mert csinál blokkolót, de hát, hogy végtelen sokáig tud vele minden körben egy-egy lényt blokkolni, hát nyilván ez a top tier az nem a világ gyilkosa, de szerintem ez a 2 képesség, ez, hát a más nem, akkor raksz vele tokeneket, akkor már 6 lojaltia van. Szóval ha lesz ilyen eltifisel téma, akkor a karmal együtt ez, vagy valami más témában nekem nagyon tetszik, de ha limiteden ilyet bontok, akkor se leszek szomorú, mert ott is nagyon jó ez, hogy lényeket rak be, tokeneket rak be, vagy olyan összerakni azt a limited decket, hogy artifactekkel játszol, és akkor majd beszélek a végén a színekről, meg egyéb ilyen fontos dologról, de játszható hát, több ugye, ugye jó Planeswalkernek a jó Planeswalkernek az ismérve az, hogy megvédi magát, és valamilyen úton, módon lapelőnyt generál. Ez a tezeret ezt megcsinálja, úgy ahogy. Hát igen, de ugye az a fontos, hogy a lapot mindenképp húzol, az a kérdés, hogy mennyit. Így van. És azért ugye utoljára, hát nem tudom most hirtelen melyik volt az a Planeswalker, akinek nem minuszolni kellett a laphúzást. Jace. De az Brainstorm hogy csinálnám. Hát jó, oké. Okay. Akkor valamelyik Chase. Sandra is lapot húz esetleg, de az sem biztos, hogy lapot húz, mert lehet, hogy 2 sérít. Na mindegy, jó az a kártya. Lényeg a lényeg. Igen. Ezt alá tudom támasztani. Mert a 4 manás már nem lehetne, mert akkor már szerintem, akkor nagyon arra hát akkor, akkor Mindscaptor 2. Tehát akkor ezt úgy hívnak. Tezered a Mindscaptor 2. Na de mit rejt a fekete szín? Mert hogy a kék, az kékről annyit beszéltünk, hogy... Csontsárkány 5/5/4. Kell lennél több? Flying, de, ott van! Ne, csontsárkány csak azért írtuk föl, mert nekem nagyon tetszik ez a kép. Meg nem tudom, nem volt eddig csontsárkány, és minden ilyen D&D, meg ilyen, mint bármilyen ilyen fantasy, híres fantasy játékban csontsárkány az mindig csak csontsárkány. És biztos, hogy a Pox venni fog tőlünk csontsárkány. Nem, és a folyos csontsárkányunk lesz Pox, akkor. Pox vételes sárkány. Figyelj, nekem van egy olyan kérdés, hogy volt-e valaha a fekete sárkány?
Ami ekte fekete sárkány volt. Volt régebben, lehet, hogy ilyen csontsárkányszerű képpel már volt kártya, de én nem, de Bondragon, így, hogy Bondragon nesztek, itt van egy igazi csontsárkány, ilyen, nem tudom, ilyen szerintem még nem volt. Volt Katakomb Dragon Mirázsban. Hát a Crows is például, az Invasion-ös sárkányok, azok például sima ilyen kromatik dragonok voltak, hogy a Crows is a fekete sárkány, a Darig az a vörös sárkány, a Rit a zöld sárkány, a Treva a fehér sárkány, a Dromár meg a kék sárkány, ezek ilyen egy az egyben szerintem ilyen D&D-ből beemelt ilyen színes sárkányok. Jó, lehet. De nem, aztán, de meg, de hogy effektív, hogy Black Dragon, így nem tudom, így nem tudom, hogy volt-e. Tehát, ha azt mondják neked, hogy Bone Dragon, akkor egy fekete lap jut eszedbe, ami így széteszik mindent, és visszajön a Grave-ből. Hát ilyen, ez élő hold sárkány, ez ilyen legendary, szokták emlegetni, de most nem akarok már teljes D&D topikot nyitni, de ez egy jó cucc, aki benne volt ebben a témában, és az tudja, miről beszélek. Ne felejtsük el, hogy Skeleton. Tehát, hogy azt ne felejtsük Skeleton. El, mert jön a következő lap, hát, a halálbáró, ugye. Akitől már is 6/5-ös lesz a Bone Dragon. Oh, ugye? De jó lesz nekünk. Már ez egy reprint, ez a Death Baron, milyen igen, meglepő, nem? Tudom. Tudom, hogy reprint, de ez valami ősrégi kártya, nem? Igen, nem, azt hiszem, hogy Shards of Alara, meg Plain Chase. Shards of Alara, igen. És ez is jól megdrágult az idők hosszú évek alatt, mert így teljesen jó kis casuality értéke van, hogy minden... Micsoda, 21 dollár volt egy ilyen kártya. Hát, vagy sok mindegy, most kevesebb lesz ezáltal, de viszont tök jó, mert akik szeretik az élő holtakat, azoknak majd tetszeni fog ez a lap, meg amúgy is. Hát, hogy nem csak versenyzői szemmel érdemes lapokat nézni, hanem hogy mit csinálnak. De ez egy zombi lord is. Skeleton zombi. Ez egy ilyen csendes zombi lord, majd mindjárt beszélünk, hogy a zombikkal mi a helyzet megint. Előbújnak a sírjukból vagy se, de... Van egy Diagraph Ghoul, csak így halkan megjegyzem, ugye? Reprint mesterségeknek a királysága, ja, és akkor Demon of Catastrophes, ugye, azt írtad még nekem, itt előtte, 4/6/6, ezt már láttuk lapra ráírva, meghatározta a formátumot. A Desecration Demonra gondolsz? Desecration Demonra gondolok, amikor jött a rock, és akkor így Lingering Souls, áldozok neki egy tokent, vagy nem tudom micsoda, vagy mit remélem, mi volt. De az így... Hát mindjárt most már... Szóval igen, nekem is az a kártya jutott eszembe, a Desecration Demon, amikor ezt a lapot megláttam. De az a kártya... Ezt a kártyát el tudtad az, beperni az ellenfelet. Annak nem volt idézési feltétele, szóval azt így le tudtad rakni, aztán majd, hogyha eljött a combat fácsod, akkor majd gondolkozhattál, hogy mit csinálsz, vagy mit nem. Ez talán abban a szempontból rosszabb, hogy egy csönőkhoz báldozni kell neki lényt, egyébként nem jön létre, szóval azért... Igaz, hogy ez trempülős, de most az egy igazából szerintem egy mellékes dolog itt... 4/6/6 flying, ez egyszer már bejött, majd most, hogy szintén be fog jönni, azt nem tudom. Ettől függetlenül ez is lehet lap simán. Tehát, hogy kicsit oda az angyal mellé lehet sorolni, hogy végül is így nem tűnik rossznak, de azért óvatosan vele, mert ennek van egy, tehát ennek kell kint a lénynek. Lehet, hogy könnyű feltétel, lehet, hogy nehéz, majd kiderül. Most mit tudom, elmondtuk a Karl-nak a Time Walk-járó is, hogy ha volt ez egy tök jó Time Walk lesz, aztán soha senki nem játszotta meg azóta sem, kivéve LSV-t, aki erőlködött vele, meg kivéve ilyen kontrollmágusokat, akik szeretnek próbálkozni azzal a kártyával, de még ugye nem jött el a pillanata annak se. Nem jött el a pillanata. Szóval, hogy majd meglátjuk ezt a lapot, de van a Graveyard Marshall is, aki, ő is zombi. Na, Graveyard Marshall, megyek. 2/3/2. Vanilla teszten átmegy, exile target creature from your graveyard, csinál egy 2/2-es topolt. Mennyire igen. Jó ez? Nagyon. Hogy így, de többet nem tudok erről mondani. Nagyon. Hát így lerakod végül is, nem rosszak a statjai, már csak akkor lenne jobb, hogyha 3/3-as lenne. de aztán, hogyha aztán még utána még a képességét is már valószínűleg lehet használni. Itt az a nagy kérdés, hogy aki játszott a zombidekkel most nemrégiben, az felfedeze hasonló jellegű
lapokat, vagy erősségű lapokat a mostani fajtalból is, hogy lehet-e majd zombidek, de nagyon arra felé haladunk, hogy elindítottak egy ilyen zombi tribe-ot itt megint, ami majd vagy kialakul, vagy nem, de itt azért elég erős szájnok vannak, hogy lehet majd belőle valami. Én meg annól játszottam ilyen zombit, még a Diagraph Ghoul, Gravecrawler, Geralt's Messenger idejében, az egy elég kis solid zombidek volt, ugye? Hát ott volt Cavern of Souls, ugye? Az azért eléggé megdobta. Hát de azóta már volt ugye itt az Innistrador zombidek, ami Protót is nyert, pont akkor voltam kint. Tényleg a zombidek nyerte őrület. Aztán az Amon Cat Protót. Így van. Igazából most arról beszélek, hogy ahhoz hasonlatos dolgok vannak-e. Mert ugye például ez a Liliana, ez az új Liliana PV, ami... Várjál, megyek. Igen, itt vagyok. 4x4 loyalty, igen, itt vagyok. 4x4 loyalty, és ilyen zombis képességei vannak, de hát, hogy zombi tokent, zombikat néz, hogyha van, akkor lúzol az ellenfélte, meg gyógyulsz, rakja a temetőbe a kártyákat, meg hogyha zombiaid vannak, akkor tudsz vele bármit leszedni. Szóval, hogyha összehasonlítjuk ezt a lapot a tezerettel, akkor a mínuszos képessége feltételes, a pluszos képessége feltételes, csak akkor működik, hogyha zombik vannak, vagy a paklitban, vagy az asztalon, vagy valahol ott a Liliana környékén. És van egy mínusz 3-as képessége is, hogy ki lehet játszani zombikártyát a temetődből, ez is a zombikkal függ össze. Szóval mondjuk ez egy teljesen más típusú Planeswalker, ez vagy zombidekben van, vagy sehol, máshol nem. Tehát ez nem olyan, mint adott esetben egy... tehát a többi Liliana, szerintem azért... Ez egy gyengébb Liliana, én szerintem. Abban a szempontból nagyon fontos, szerintem, bocsánat, hogy itt ugye az Ultimate-nek nevezett Ultimate-et lejön a Battlefield-re és tud reanimálni egy zombit. Tehát, hogy ez azért viszonylag erős lehet. Van ilyen zombi, amit reanimálnál egyből? Már ez az. Mert nekem semmi nem jut eszembe, megmondom őszintén, amit így... Amire egy azt mondom, hogy én ezt a zombit akarom, van valami rőfös zombi? Amit így jó... Nem tudom. Nem látom azt a zombi típusú, nagyon durva lényt, amit így a Lilianával hitelre animálni szeretnék. Ez igazából szerintem neki csak egy ilyen plusz grind képessége, de aztán azt például lehet, hogy más, de mondom, különböző EDH vagy ilyen commander formátumokon lehet olyan zombit talán adott esetben, ami annyira broken, vagy most egyből berakni játékba, akkor az majd valamit csinál. De ezen igazából én nem gondolkoztam el, hogy most igazából inkább standard és vagy modern szemmel próbálom nézni ezeket a lapokat. Mindegy, ez a Liliana, ez miután nagyon szűk a felhasználási köre, és mind a három képesség ugyanarról szól, ezért ennek nem annyira jön be. De hát majd lesz jó zombidek, akkor biztos, hogy erős lesz. Igen, és kihajtunk-e kártyát a Judgment Infernalt, ugye? Infernal Reckoning néven fut. Infernal Reckoning. Itt nekünk a spoilerben most van okban. Valamiért spanyol. Ez az egyetlen lap, ami spanyol. Madami, mit csinál? Megmondom neked, hogy ez mit csinál, mert megnéztem én ezt már tegnap. De ennek nálam nyitva van. Na, az a lényeg, hogy egy fekete manáért, X-Eye Target, Colorless Creature, és gyógyulod az élet, a power-ét. Igen. Hát, ugye modern. Relapozzunk át megint csak. Hát ott vannak Colorless Creature-ök azért, nem? Van, holó vannak hívják. Ja, az ulamok, az koron lesz? Hát azt hiszem, igen, úgy hallottam. Vagy az Affinity-nek a Artifact kicsai azok koron leszek, tehát nem tudom, hogy ott mi lesz, de ott azért vannak célpontok. Lehetnek. Vagy bármelyik Eldrazi ilyen Texas deck, az koron lesz. Hát vagy igen, a Tóth Nocir is koron lesz állítólag, de hát hogy ott azért vannak bőven lapok, amit ezzel meg lehet oldani. De az nagy életérzés egy ulamogot ezzel. Az ulamog az... Én megalázod egy picikét. Indestructible, ezért megigzálója, úgyhogy... És akkor azt mondod, hogy Excellencio Patronum, ugye? Igen. Igen.
És hát akkor, fontos, és akkor fontos. És egyébként azért érdekes, még azt kiemelném a lapnak az artwork-jét, mert ez a nagy büdös démon, itt ez egy ilyen... Ez egy ilyen eldrazít szorongat, igen. Tehát, hogy azt még figyeljük meg. Lehet, hogy ezért lett ilyen ennek a lapnak az átvölkéje, hogy aki nagyon vakargatná a fejét, ezt mire lehet használni ezt a lapot, az így rájöjjön akár már a képből is. Gyengébbek kedvére rárajzolták, hogy hol érdemes itt ez a lappal. Melyik démon volt Zendikáron? Ezt tudod? Tessék? Melyik démon volt Zendikáron? Mert ugye a flavor testje az arra utal, hogyha elmennek az intruderek, akkor Zendikár lesz az én trónom, a játszóterem és a helyem. Tehát ez van benne a flavor textben. Most nincs itt a Markos Dani, hogy ezt megmondja. Basszus a Markos Dani. Most ő nincs itt, de egyébként itt valami történik, mert van egy olyan kártya, és ami viszont, hogyha 4 különböző démont kontrollálnál véletlenül... You win the game. Az upkeepednek az elején, akkor megnyered a játékot, de hát, hogy itt Liliana-nak a faktumai, azok most itt nagyon csúnyán itt spekre kerülnek ebben a korszetben. Kicsit olyan ez a korszet egyébként, mintha nem is korszet lenne, hanem valami kiadás. Tehát, hogy Egy ilyen elbaszott flavor kiadás. Tehát, valami, hogy így... igen, tehát hogy annyira viszonylag kevés benne a vanília, meg az ilyen nagyon-nagyon basic lapok, és nagyon sok speciális lap van benne. Painswalker Cycle, Elder Dragon Cycle, majd beszélünk róluk, meg mit tudom én, tehát hogy egész érdekes, meg egész színes ez a korszet, annak ilyen nagy korszet. Na, van itt még egy gyilkosságunk, ami tök jó lényleszedés, aztán szerintem... Murder. Tovább. Murder, tudod. Ja, bocsánat, annyit a Liliana's Contracthez, hogy ugye Liliana-nak a sztori szerint úgy lett ő Planeswalker, hogy 4 démonnal egyességet kötött. És az elmúlt időkben ő azt csinálta, hogy utazgatott el a plénekre, ahol vannak ezek a démonok, és ölte meg őket szépen lassan. Egyesével. Így van. Tehát, hogy ez igazából Liliana's Contract. Valami dolog biztos van ebben, hogy miért kell 4-et irányítani. Egyikük Grizzelbrand, az biztos, azt tudom. Igen. Aztán most volt nemrég egy ilyen... A Rallaket volt, az Amonkhet... Nagyon csodás Kretrer, ami szintén köztük volt. Most azt hiszem az Amonkhet blogban, igen, ott volt. Igen, az a Rallaket volt. Igen, akkor a X-Alamban azt hiszem ő is köztük volt, és akkor van egy negyedik, nem tudom kicsoda. Na mindegy. Tehát, hogy ő az Endikáros. Na mindegy, ez páros. Mindjárt megmondom neked. A chatbe, hogy ki volt a negyedik. Nem, nincs chat, úgyhogy nem fogják megmondani, mert nincsenek itt. Sajnos, hát igen, ugye. Nem baj, ezzel most elgondolkodtunk legalább. Ez igen, érdekes, igen, hát van 4 démon, akit ő meg akar baszoktatni. Tehát ennyit kell tudni róla. Nem nagy barátja Grizzlebrandnek. Jó, hát most már. Jó, hát most miután már megadotta a paktumot, az ott démoni pack megtörtént, felhúzta a lapokat, meg mindent csinált, utána már nem jó. Na jöhet a vörös szín szerintem, jöhet nem fogunk túlsokat beszélni cserébe, mert kevesebb itt a... Banefire! Igen, zseniális kártya volt ez mindig is. Na jó, az Apex of Power-en gondolkoztam, hogy mi a, hogy ez itt, hogy tehát, hogy hol lesz ez jó? Feri, én nekem elmondta, nem is tudom, hogy ki volt, lehet, hogy a kocsis, vagy valaki volt, és ő megmondta, hogy amennyiben a vörös lapra az van ráírva, vagy instant, vagy sorcery, és több manába kerül, mint 2 vagy 3, és nincs ráírva az, hogy deal x damage, akkor az rossz. És ez minden ilyen kritériumot teljesít ez a lap. Tehát, hogy ez 7 mana, 5 sor, és azzal kezdődik, hogy exile. Ja, bocsánat, igen, mert 7 szinten meg 3 vörös. És azzal kezdődik, hogy exile. Tehát, hogy ezt soha nem fogod kijátszani senki ellen. És így, édes Istenem, miért? Ez olyan lap, ez ugyanolyan, mint mellette lévő Alpine Moon, hogy így megnézed, így enchantment, nincs ráírva, hogy sebzést okoz, és így mellé rakod, mert nem érdekel igazából. Tehát, hogy így rossz. Ez a lap, ez rossz. Igen, igazából a vörös színnél azon kívül, hogy gyorsan átesünk a Shocknak, meg a Lightning Strike-nak a megemlítésén, ha jól látom.
meg pedig jól látom. Ezek a kiváló kártyától nem válunk meg a jövőben sem. Itt azt érdemes kiemelni, hogy ilyen sárkány tribe is jellegű dolgok történhetnek, mert megint van egy sárkánunk. Szerintem beszéljünk először a sárkán. Jó, beszéljünk a sárkánról. Az mellett, hogy a Type 2 staple lövéseket le tudtuk gyorsan. Tehát, hogy van egy három manás sárkánunk, ami a másik olyan planeswalker, ami nekem mégis tetszik, mert a vörös planeswalkereknél a három manás vörös planeswalker, és még igazából az egyik pluszos képessége, az, ami filterel a lapot, az biztos, hogy nem haszontalan, mert ez a loot effekt, ez mindig jó szokott lenni, hogy eldobod, ami nem kell, húzol helyette egy új lapot, és ő neki meg közben pluszolódik. De ugye az fontos, hogy nem tudod minuszolni, tehát csak pluszolni tudod, amik általában mindig szintén jó dolgok, de hát, hogy, igen. Biztos, hogy mindig nőni fog minden egyes körben fixen a lojaltia, és ugye a másik képesség az meg kifejezetten a sárkány kasztolásra segít rá, ami lehet egy Glory Bringer éppen, ami egész jó kis sárkány, akkor lehet ez az új, ebbe a kiadásban szereplő 5x5 flyingos sárkány, mindjárt átmegyünk majd rá. És nagyon beteg esetben még lehet egy új Nicol Bolas is, mert hogy ez bármilyen színű manát a sárkány kasztolásra. Majd megnézzük azt a Nicol Bolas-t jól. Igen, de hogy mindenféle sárkányokat tudsz belőle kikasztolni, és most egyelőre még a sok vörös sárkány, itt mondom, a Glory Bringert, meg ezt az új 5x5-5-ös sárkányt kivéve nincsen, de ebből mindig ez a három manás, három lojalty planeswalkerek, ezek ilyen, vagy úgy végzik, mint mit tudom én, az X-szalán, hogy Chase, hogy elfáradt, vagy pedig erős lapok lesznek, mert három manája planeswalker. Nem rossz ez a kártya, csak egyetlen egy baj van vele, hogy jelenleg egy vörös deckbe vagy Chainwellert akarsz játszani, három manán, vagy Ancrop Cashert. De én azt nem is mondtam, hogy ezt a monoredbe bele akarod rakni ezt a lapot. Én azt mondtam, hogy ez egy jó deck típus nyithat meg, mert sárkányok, ez ilyen big red, vagy ilyen speciális deck, ami hogyha lesz, akkor ebből mindenképp négyet akarsz játszani majd benne, és lesz értelme egy olyan decknek egyáltalán majd. Tehát első hallásra ez inkább egy ilyen kicsit ilyen kazuálabb Type 2-es decknek tűnik, de vannak, akik szeretik a sárkányokat, meg tudom én, szeretnek sárkányokat kasztolni. Én is szeretek sárkányokat kasztolni. A sárkányokat, meg mit tudom én, de hát, hogy most lesz lehetőség ezt kiélni, ezt a hajlamot. Na és akkor van ez a Demanding Dragon, aminek egész jó statjai vannak, hogy 5x5 flying. Megyek. Azt mondja, hogy D betű és Demanding Dragon 5x5 flying. Meg lő 5-5. Egy opponensbe, ha csak nem áldoz egy lényt. Miért is ne? De hát, hogy... Figyelj, ez egy teljesen szolid. Nem egy Glory Bringer, de végül is jó, teljesen szolid statjai vannak. Mert, igen, hogy, igen. Hogy, nem rossz ez. Játszható is lesz majd. És itt még igazából van egy... Goblin Lordunk, amiről még nem beszéltünk, és szerintem nagyjából a vörös szín ennyi is lesz, mert a többi lap az elég... Hát Instigator reprint, Gutter Snyder reprint, ezek mind... Igen. Tehát Instigator is egy tök jó Goblin lap, ennyi. A Gutter Snipe az segíthet elő valami UR Wizard, vagy valamilyen ilyen kombó dolgot, de itt van a Trashmaster, a 4x3x3 Goblin Lord. Sacrifice a Goblin, Destroy Target Artifact. Kretén? Hát, Goblin Lord. Hogyha majd elmegyünk ebbe az irányba, hogy Goblin deck lesz inkább a monored, és nem pedig ilyen mindenféle lény típus tartalmazó, akkor ez jó, az jobb lehet. Hát most talán ugye a Chainwheeler van, meg abban a monoredben, ami ez a nagyon agresszív monored, abban van, azt hiszem, Goblin Wizard is. Na mindegy, ez csak egy Goblin Lord,
ami mindig említésre méltó. Hát ez ilyen móka és kacagás kártya igazából. Hát ugye van, várja, hát van izénk is, van Warchiefünk is. Igen. Mivel a kutya nem játszik, csak közben csöndbe kiadták a domináriába. Aztán lehet, hogy majd előbb-utóbb annyi goblinunk lesz már, hogy lesz finom goblin deck, és akkor az meg... Vannak egyébként jó goblinok, csak hát nem tudjuk, hogy mi lesz a vége, de az biztos, hogy a vörösnek itt vége van, mert ezen kívül nagyon más... Egy-egyes kis common goblin is van a domináriában, amivel elkezdtek játszani, az is goblin szerintem. Na mindegy, meg lehet ezt nézni, de tegyünk egy felkelt, hogy lett a goblin szó mellé, aztán... Van goblin grenade? Az nincs. Hát akkor szar. Jó, nem, nyilván nem ezen múlik. Jaj, bocsánat, kihagytál egy lapot, amit felírtál. Speedflame. Ezek a sárkányok, igen, még egy apró gondolat, hogy van ilyen sárkány tribal ritka is, ami hogyha sárkány jön a játékba, akkor vissza tudod venni. És hát három élő négyet egy célpont lénybe, elég sok mindent azért leszed. Igen. 5x4-es zöld lényt, Glory Bringert, mit tudom én, különböző bármilyen lényt, ami az ellenfél kirak leszed ide, azért kis túlzása, szóval megint, de ez ugye sárkányos kártya, úgyhogy ha lesz sárkány, akkor lesz ilyen kártya is benne. Ja, na, meg még a goblinoknál, bocsánat, egy Voli veterán, ami tulajdonképpen egy Flinton kavu. Tehát egy 4x4x2, és annyit lő, ahány goblinod van. Nem egy Flinton kavu, de azért egy elég jó kis leszedés, mondjuk egy goblin deckbe. Ez ilyen side note, bocsánat. És akkor mehetnek a zöld lapocskák, és mivel kezdjük? A You Win The Game kártyával, te így írtad ja, föl. Nem biztos, hogy You Win The Game, de ismerjük a Lure-t. Igen. Talán aki régebb óta játszik, meg aki nem annyira, az is lehet, hogy hallott már róla, de ez, hogy... Ez egy ilyen Lure plusz Giant Growth kombináció. Mindig jók azok a lapok, valami, mint a Sleep egyébként, csak zöldbe, meg kicsit más a hatása, de ez is azt csinálja, hogy kijátszod, létrejön, akkor lehet, hogy nyersz azonnal, mert mindenkinek ugye egy lényt kell blokkolni, aki csak tudja. Ráadásul még kap plusz 3 pluszán, vagy hogyha valami X-el csúszik a számításba, akkor is jó eséllyel azért a blokkoló lények közül egy jó pár meg fog halni. A zöldnek ugye nagy lényei vannak általában. De nem ez a legfontosabb, téma, csak ez megint egy ilyen limited. Uh-huh. Limited, és akkor erre figyelni, hanem beszéljünk először erről a nagy disznó dinoszauruszról, amire ide írtam egy ilyen szkenáriót. De azt a szkenáriót, azt így felolvasom, jó? Tehát törn egy Llanowar Elves, T2, ez a Rejuvenator, ugye, az új Wood Elves, és Ten 3, 10x10. Tehát, hogy így ez. Ezt ilyen, így. Ilyen lehetséges most elkettőn, hogy harmadik körbe raksz egy 10x10-et. Mert eddig de csak 5x5-öt raktál ugye a második körbe, így a harmadik körbe 10x10-et kell raknod. Tehát, hogy érted. Tehát, hogy... Igen, de hát, hogy van ez is, hogy lakhatsz másik köb 5x4-et, hogyha az nem elég jó, akkor lakhatsz harmadik köbbe 10x10-et is. Nem mondom azt, hogy ez a gigantosaurus, ez a világon gyilkosan ez csak, hogy majd mindenki eldönti, de monogreen deck az van. Nem lenne monogreen deck, vagy nem lenne ilyen Llanowar Elfünk most, meg úgy nem lenne ez egy gyakorlatilag tier 1-es deck a monogreen, akkor nem nagyon beszélnénk el a lapról. Az öt kötött zöld manájával együtt, de így ennyit mindenképp megért, hogy... Hát ez egy olyan lap, hogyha nincs a turn 3-ba spot removálod, akkor összehúzod a deckert, és azt mondod, hogy köszönöm szépen a játékot. Tehát egész konkrétan ez van ráírva. Ez nem ölik meg a first strike-os lobakok, ez azt tudja. Így van, ez azt tudja, hogy így... Ez inkább megéri a first strike-os lobakokat, de... Igen, azt tudja, History of Benalia, oké, 2x2 Vigilance, Knight Token, 10x10 jöhet, köszi. De ugyanakkor meg ezt mondom, ez csak egy ízlet, hogy ettől függetlenül lehet, hogy a lovag más type deck jó, ez csak úgy érdekességként ilyen most lehetséges. Na hát meglepő, hogy a zöldnek is van egy ilyen tribe-ja, az elfek, ugye, hú, de meglepő. Volt valaha elflord. Elfek vannak a zöldbe. Hát ugye aztán a wood elfről már beszéltünk, hogy van egy ilyenünk, ami nem wood elf persze, hanem megkockáztatom, hogy még annál is jobb,
mert ez egy bármilyen lentkártyát kereshet. Aki ezt nem figyelte meg, ezt az apróságot, akkor ezt most figyelje meg. Tehát, hogy bármilyen EDH deckbe, Commander deckbe, ez bármilyen földet, a Lichadon Porttól kezdve a Gaia's Cradle-ön át, bármit kirak játékba, amíg a Wood Elf az csak egy forestet tudott keresni, de mondjuk az is kikeresett egy, tudom én, forest kártyát, de az se rossz, ráadásul azt hiszem az állva kereste. Mindegy, ő egy... Igen, viszont nem a felső ötből keresett, hanem egész deckből. Tehát ezt azért ne felejtsük el, hogy itt a felső ötből keresel. Jó, de akkor is ez a bármilyen lentkártyát... Persze, valószínűleg találni fogsz akármit. Tehát, hogy ez igen. És ha akármit találsz, azt kirakhatod játékba. De hát, hogyha az épp egy valami nagy durvaság, akkor éppen az. Illetve azt is gondolom, hogy mivel ez... Tárgy 2-n is szerintem majd ott esetben játszható lesz, ezért a felső 5 lap az általában elegendő ahhoz, hogy nem iszeld el a landdropot vele. Igen. Tehát, szerintem meg EDH-n is elég, hogy nem iszeld el a landdropot vele. Még ott is, de a tárgy 2-n meg azért elég nagy balszerencse kell hozzá, hogy nem iszeld el. A tárgy 2-n inkább csak ugye az lesz érdekes, hogy kirakhatsz vele egy bármilyen duál, vagy dupla manát adó földet, vagy bármit, szóval. Mindegy, ez egy tök jó common, erről az felől nincs kétség, de van ám itt még azért jó lap, igaz, mondjuk az egy reprint, de akkor a Reclamation Siege-ig beszélünk egy kicsit, ami pedig szintén egy baromi jó kártya volt régen is. Leszed egy Eltifet Enchantmentet játékból jövet erre. Elf, ugye? Elf. Ne felejtsük el. Mit mi mondjuk még? Rengeteg enchantment és vagy artifact lehet mostanság játékban, főleg enchantmentek, ugye Ascantától kezdve az összes... Iszonyat ilyen... sok targete van, Ixalan's Binding, Castout, esetleg egy, hogyha nagyon gáz a helyzet, akkor... Az összes helyzet, fehér akkor... enchantment, ami lényeket removál, Arguelles, Bloodfest... Na, szóval végtelen sok... Végtelen targete van, igen. Még tárgyetőn is végtelen sok targete van. Tehát a modernem meg általában ezekben a Corletted Company, meg egyéb deckekben szoktak játszani hasonló effekttel bíró lapot is, de mondom, szerintem ez egy tök jó kártya, sok mindenhol lehet szinte használni. Még a modern Humans deck is játszik szájtban Reclamation Sage-et, pedig Elf és Shaman. Tehát, hogy így érezzük egy a flavort a dologban. Nem. Hogy érezzük a modernt, akkor Scapeshift. Ja. Tehát, hogy bocs, puszáj volt, mert itt volt így a alatta. Igen, itt volt így alatta, és már nem bírtad tovább. Nem bírtam. Tehát így vakaróztam, hogy 6000 forintos lapot kibont az ember, és utána egy rájön, hogy majd 2000 forintot fog érni. Hát nem tudjuk itt, mi lesz a Scapeshift-tel. A Scapeshift-tel tájkettőn nem tudunk egyelőre sok mindenről beszámolni, viszont bonthatsz egy ilyen random korszetben modern staple Mythic Rare típusú kártyát, aztán hogyha kibontasz belőle négyet, akkor meg majd tudsz is a deckkel játszani lassan. Egyébként az a nevetséges... Van ilyen modern deck, nem tartozik most a legjobb deckek közé. De az a deck, az egy solid deck egyébként modern versenyekre. Ugye a Scapeshift Valakutról beszélünk, hogyha valaki nem ismerné ezt a decket, vagy Titan Shift a neve, vagy mit tudom én, micsoda. Annyit lehet tudni róla, hogy ez a legdrágább lap a deckben. Egész konkrétan. Tehát ez a Scapeshift a legdrágább lap a deckben, és ennyi. Nem, bocsánat, most már Valakut drágább. Mivel esett ennek a csodának az ára, mert kinyomják újra. Ennyit lehet tudni erről. Na, igen. Van itt egy Vivianünk, aki nem tudom, hogy kicsoda amúgy, de egy ilyen csinos így megnyíl van a kezében, és járja az erdőt vele. Na, mindegy, ő egy olyan Planeswalker, ami ugyanaz a solid kategóriába sorolná, mint az Ajanit is tettük, hogy nem az a csinálni dolgokat, megnézed a felső négy lapot, aztán kis lapelőnyt csinál. Hát igazából az új Planeswalkernek a jelentős része, ha kék, ha nem kék, általában szokott mindig valamilyen lapelőny effektet próbálnak ráírni különböző módokon, ezzel sincsen másképp.
és van neki egy mínuszos képesség, ami majd kiderül, hogy mennyire lesz ez a... Nyilván azt nem írhatták rá, hogy Artifact Enchantment Creature, pont. Hát igen. akkor lehet, hogy akkor egy kicsit erősebb lenne, de még talán így is szerintem azért ez ugyanúgy használható lesz ez a képesség. A Creature with Flying az... Hát azért lesz mit leszedni, de hát, hogy angyalok, végtelen sok angyal, kis Főnix, kis Glorybringer, most éppen amik... Kis Heart of Kiran. Kis Heart of Kiran, ami épp akkor nem fog repülni, persze, amikor ő le tudja szedni, hát, de... Hát artifact, hát most így. De artifact, persze, de akkor igen, hát egy csomó minden. Hát meg Enchant menni, Ixalans, ugyanazokat el tudjuk mondani, mint a Reclamation Sage-nél. Csak itt az a különbség, hogy... Ugye ez egy Planeswalker, és majd itt ennek azért a játszhatósága azért... Igen, megjönnek sárkányok, amik repülnek. Ja. Ugye ezt nem szabad elfelejteni. Illetve, bocsánat, annyit találtam Vivien Reed-t, hogy ő egy zöld Planeswalker, aki ember egyébként, és Nicole Bolas elpusztította a plénjét, tehát hogy ő emiatt van itt. Gondolom revenge fog történni. Ugye van Nicole Bolas, aki nem tudta volna. Illetve még én egy picit elrabolnám a szót, az egyik kedvenc lapom Bird, mert nem tudom melyik kiadás volt az, a Pelek cover, én ami... Én tudom, a Rise of the Eldrazi. Rise of the Eldrazi. Nagyon sokáig szerettem a Pelek cover lapot, ami egy 7x7x7 trample, ha lejön a Battlefield-re gyógyulsz hetet, ha meghal, húzol egy kártyát. Szerintem ez egy tök jó kártya, és amit látjuk, ez a lap, ez upgrade-elődött, ugyanis ez egy UC volt. Igen, sőt, és most már itt van. Igen, mint hogyha a Conspiracy-ba is kijött volna, és ott is csak UC lett volna. Ez egy jó lap, nem tudom, tehát hogy így van értelme ennek a kártyának. Limited-en mindenképp. Hát limited azt, hogy rampolnék egy Pelekkal boomra, azt már nem állítom. Hát nem azt mondom, hogy a Pelekkalra rampolnék rá, de hogyha ramdekkel játszol, és egy agro ellen játszol, akkor ezt szájból berakod. Ja. Valószínűleg. Ja, nem beszéltünk még egyébként utolsó zöld lapról, ami az az Elf Lord szintén, mert hogy itt is van egy Lord, de ja, én egyrészt nem vagyok legnagyobb Elf szakértő, de én ennél már láttam erősebb Elf Lordot, egy párat. Ez 2x1x1 plusz egy az összes Elfnek, ennyi van ráírva. Tehát, hogy így... van egy 6 manás képessége, ami meg keres önmagából még egyet, de 6 mana tap, ő 2x1x1, other elves you control get +1/+1. Uh-huh, soha nem fog megtörténni ability-jában. Én ennél már láttam jobb Elf Lordot, én ezt állítom, meg lehet cáfolni ezt, teljes mértékben el tudom fogadni, de szerintem ez nem a legerősebb. Hát majd kiderül, hogy igazából tudod, hogy mi a baj? Azt, hogy lerakod ezt a második körbe, és akkor azt mondja az NFL, hogy Chain Whirler, és így összehúzod. Tehát, hogy így... Most így... Hát igen, mert akkor hiába adott a Lanovar Elfnek +1/+1-et. Ugyanúgy meg fog halni. Meghal, meg utána a Lanovar Elf is meghal, meg a Wood Elf is meghal. Jaj, most akkor... Hogy is lesz? Igen. Szép három köröd volt, amit az ellenfél egyetlen egy lappal oldott meg. Tehát, igen. Hogy így köszönjük szépen. No. Ja, jó. És az egyetlen... Ja, bocsánat, azt nem tudom, hogy hallottad-e, vagy olvastad-e. Van a Gorkló, Terror of Qual, Sisma, a 4x4x3-as Beer, Legendary Beer, az első és egyetlen Legendary Beer. Tehát eddig soha nem volt Legendary medve, ő az egyetlen, és Alpha óta van ugye a Grizzly Bear. Ez csak egy ilyen kis érdekesség, hogy ő az egy első és egyetlen. De ez tök jó, ezért én ezt nem tudtam, ez most újdonság számomra, és hogy van mackó is, ami már legendás lett. De amúgy nem is rossz maga a lap, ez egy limited bomba. Nem rossz maga a lap, de egy csomó jó lap van, amúgy, de whatever, ez most... Persze. Na, és akkor mik jönnek? Jönnek az össze-vissza színűek, a sárkányok. A leginkább a sárkányokról kéne ott beszélnünk, mert ezek mythic rare-ek egyrészt, másrészt meg... Na, és akkor itt jön az érdekesség, hogy ezek nem reprintek, de viszont ilyen nevű ősárkányaink már voltak valamikor, ilyen 15 évvel ezelőtt, vagy nem is tudom, nagyon régen, több mint 15 évvel ezelőtt, még a gyerekkoromban. Én nem emlékszem rá. Se a gyerekkorodra, se ezekről a sárkányokra. És egy konkrétan, nem is tudom, de a Váradi Balázs talán már játszott a Comagic-et, mint ilyen ősi entitás a játéknak.
Na mindegy, szóval ezek Arkadés, meg Chromium, meg Nicobolas, meg Palladia Morse, meg Vévictis, Asmadi, ezek ilyen ősárkányok, akiknek a régi verziója, azok pocsiaszarok voltak szerintem, tehát hogy nagyon sok manába kerültek, általában ilyen jó nagy testük volt, mint a Chromiumnak, ugye legalább ilyen 7x7-es nagy disznók voltak, és egyébként megnéztem őket, és tényleg így van, de cserébe upkeep posztjuk volt, meg a képességek nem igazán csináltak túl sokat, de akik sárkányokat gyűjtenek, meg akik játszottak ilyen deckekkel, hogy ő volt a főnök sárkányuk, azok biztos nagyon szerették őket, ehelyett azért itt ezek az új Elder Dragon legendek, ezek egyik másik azért elég fickós lett szerintem. Jó, hát akkor menjünk az elsővel. Menjünk, nézzük meg ezt, most én a Chromium-mal beszélni. Hallod, a Chromium-ot így elolvastam, és nekem az volt az egyetlen egy dolog, ami így a számba jött, hogy takarítsd el, ez nem lehet igaz, ez egy rohadék. És így... Én nekem tudod, mit tudod, én ezzel szemben, én elolvastam a lapot, és a kenyeres rákos jutott az eszembe. Már... De most azért, mert fehér, tehát hogy így... Nem, azért, mert hogy can't be countered, meg flying, meg flash, és még hexproofos is. És ennek csak azért van jelentősége, mert majd lesz az utolsó lap, amiről beszélünk az egész kiadásban, ami egy picit ányalja a képet, de ez egy olyan rőfös bomba szerintem, hogy ez ilyen ritkán adnak ilyen kártyát. Ez kirakod limiteden, és... Hát ez kirakod constructeden, és így összehúzod. Ott nem lehet, ott azt hiszem, de meg lehet oldani, mert a Veszobgád az elpusztítja igazából. Jó, mert mindig valamivel meg lehet oldani nyilván a lapokkal, de ritka az ritkaság, hogy ne lehessen. De ez kör végén kicsattintod, aztán főként Type 2-n. Hát Type 2-n igazából, nem tudom. Nem a régen, egy pár évvel ezelőtt azért voltak ilyen, amikor a sárkány, amikor a sárkány kiadások voltak. Dragons of Tarkir, meg a Khans of Tarkir. Akkor azért a control deckeknek voltak ilyen sárkány finisherei. Hát az UV, meg az UB. Az UB, meg az Esper, meg ilyen. És akkor is ugye ilyen sárkányokkal nyertünk, bár akkor voltak hozzájuk spellek, meg egyéb ilyen finomságok. Most de te valahogy... emellé, te még emellé a lap mellé akarsz még sárkányos spellt, hát hagyjuk már. Nem, hát, de most van spell control, és szerintem ez is beleférhet majd win conditionnek, de nem én vagyok a legnagyobb control mágus a Magyarországon, úgyhogy... De hát ez a lap, ez kretén. Hát de miért ad ki ilyen lapot, és kicsoda? Hát de vidd már el. Na, jó, ennyire ez... nem rossz a helyzet, de ez azért egy elég nagy parasztlap, szerintem. Hát na, de ezt igazából nem kell hozzá nagy, ezt ráírtak négy képességet, ami mindegyik jó. Jó, tehát igazából az is erős lett volna, hogy flash can be countered. Tehát, hogy már ez se rossz. Flying, azért flying. A sárkány repül. Igen, jó, sárkány, az alap, hogy repül, olyan sárkány nincs, ami nem repül. És 7x7, hát és így, miért? Ja. Igazából ezzel kezdtünk. Érdemes akkor a második helyen beszélni a Nicobolasról, ami... Na várj, mert az tükkös, mert ugye itt nincs a másik speciális oldala, úgyhogy egy pillanat, mert nekem ahhoz meg de kell nekem, csinálni. De azt én megnéztem a másik oldalát, már De így akkor jó. De így most már látja mindenki a másik oldalát. Ugye 4x4x4 flying. Enters the battlefield, each opponent discards a card. De volt már ilyen kártya, és hát nem ilyen, hasonló. És... Jó, hát itt azért annyit talán nem érdemes, de az a fontos, hogy ez 4x4 flying, aki dobott egy lapot. A 7 manás képességét azt, ha már tudod használni, akkor... Nyertél. Úgyhogy ráírták, hogy csak szólszeriként lehet használni, ráírták, hogy mixálolni kell, és akkor utána majd visszajön. Mindegy, de az a lényeg, hogy csak szószeri, az nagyon fontos, hogy szószeriként lehet használni, és lehet rá reagálni, és lehet mindent csinálni. Az a lényeg, hogy ez ne történjen meg, mert hogyha ez megtörténik, akkor az a legújabb Nicobolas, aki ilyen flippelt Nicobolas lesz, ez szintén ugyanolyan durva, erős böszmelap, mint az összes többi Nicobolas volt. Megnézegettem a korábbi Nicobolasokat, most ugye az Elder, a régi Elder Dragon legendet kivéve, ami nyilván egy
Krepre, az is itt van, az is itt van a régi. De a Planeswalkerek közül mindegy, ezek mindig ilyen 7-80-as volt korábban, és mindig nagyon erős képessége volt, ez sincsen másképp, ugye tizet lő, meg betámaszt bármit játéva, meg pluszra plusz két lapot, na mindegy, látja mindenki. De lő tizet, tehát egy tizet, és így látja mindenki, nagyon erős a B oldala, ne forduljon meg, az a lényeg, vagy ne forduljon meg. ne legyen ugye, belőle tragédia. Ugye most az lesz majd a sztori, hogy Nicol Bolas, mármint hogy a lore, gyűjtötte a terveit, meg a mit tudom én, energiáit Amon Keten. Ugye ez a lore. És megy vissza Ravnikába visszaszerezni az erejét. Tehát, hogy ez itt még a csicska Nicolba lesz, amit itt látunk elvileg. Gyakorlatilag majd meglátjuk a Ravnikába, hogy ott milyen baszó Nicolba lesz belőle. Kérdés, hogy lesz-e belőle. Hogy lesz-e ennél jobb Nicolba lesz. Mert ez most így elég jó. Hát, hogy a többi őssárkány az mit szól ehhez, mert vannak egyébként érdekesek. Ezt a Jund sárkányt, ezt elolvastam. Na már, hol a erről Jund nem, sárkány? Erről itt nem a Jund beszélnék sárkány. Olyan sokat. Ez a V-Victis Asmadi, aki 6-6 per flying, aztán, hogyha támad, akkor minden egyes játékos nem olvasom fel a teljes szöveget. Mindig ezt a kártyát nem látom át annyira, mint amennyire. Tehát nem, lehet, hogy erős dolog lesz, ami történik. Minden játékosra vonatkozik, ha jól olvasom. Igen, igen. És mi van a Doran sárkánnyal? Na, inkább a Dorán az volt egy barom érdekes lap, mert úgy 4-3-5 Flying Vigilance már önmagában egy jó dolog, és minél kevesebb van egy ilyen mítikre sárkány, annál izgalmasabb dolgok történhetnek. Kivéve, hogy haja, mint a Chromium, hogy... Na, de mindegy, de 4-3-5 Flying Vigilance, az úgy önmagában jó. Mythicrare, ugye? És ez a defender vonulat benne, hogy ha defenderes lapot húzol, akkor lapot játszol ki, akkor, vagy enter a battlefield, akkor lapot húzol, plusz még Doran képesség is van benne, plusz még támadhatnak is, tehát hogy a defender is elvesztik. Ez nem mondom, hogy az a baj a defenderes lapokkal viszont, hogy általában vagy manadolk, mint mondjuk Sylvan Kariatid volt, Vagy nagyon-nagyon-nagyon gyenge lapok általában, ilyen falak, meg ilyen defenderes. Hát, igen, tucok. Igen, de így van például Wall of Omens, meg Arcane Daniel, vagy Wall of Daniel modernen. Igen, tehát, és 0 per 6 Shroud üt, és így, what? Tudod, de kicsit igazából az a fal aztán 0 per 8 ráadásul az a Shroudos. Az 0 per 8, nem 0 per 6? A Wall of Daniel. Legyen annyi. Most csak úgy nagyon memóriából mondom. De az flyingos is, nem? Tehát, hogy az ilyen... Ez is ilyen extra kert, ilyen kártya. Mindjárt mondom. Defender Flying Shroud, igen. Tehát ez így... 88 Flying Shroud, ja. Jó, igen. Szóval érdekes ez a kártya. Ez egy hatalmas nagy kérdőjel igazából. Van két sárkány, ami ez egyik, ami érdekes, de szó szerint érdekes. Meg ennek a nagy sárkánynak is van egy olyan képesség, ami szerintem eddig még így nem volt a Magic történetében, ez a... Van rajta egy ilyen Divine Shield. Igen. Bocsánat, Hearthstone példát hozok, de van neki egy Divine, igen, egy ilyen furcsa Divine Shield, hogy addig hexproofos, amíg nem okozott sebzést. Lehet, hogy már volt korábban ilyen, én nem emlékszem rá, hogy ilyen megfogalmazás lett volna, hogy addig van valami így effektív egy ilyen hexproofja, ami, tehát nem tudom, ez is egy ilyen, én megmondom őszintén, én nem emlékszem ilyen lapra korábban milyen típusúra, de mellé amúgy egész jó kis tatja vannak ennek is, tehát hogy Flying Vigilance Trample, 6-6 per az Flying Vigilance Trample, ennél szerintem... Az mellé is egy teljesen szolid lap, meg még egy plusz képessége is van, zseniális. Hát meg kirakod a negyedik körbe a sárkánnal. Tehát, hogy... Hát persze, meg tudom, mondom, hogy a sárkán majd sárkánből lesz valami, akkor gondolj bele, hogy amikor a sárkánt kiraktad a harmadik körbe, akkor utána a következő körben rakhatsz ilyen Palladia Morst is, vagy ezt a V-Victist is ki tudod belőle játszani pluszolással, ezt a bármelyik disznó sárkán. Hát akármit. Na, és kiemeltél egyetlen egy Golden UC-t, ez a Pszichik Szimbiont. Hát igen, mert aki elolvas ezt a lapot, tetszeni fog neki így limited szemszögből, hogy dob az ellenfél lapot, te meg húzol lapot.
ezt én mindig szeretem, amikor ez történik. Az ellenfél dobál, te húzol, meg egy 3x3 flying test. Hát és igen, tehát hogy a legfontosabb ability rá van írva a limited szempontjából, és hát az egyik legfontosabb a flying, tehát hogy ez azért elég erős dolog. Nyilván ezek az UC-k, ezek az ilyen általában az összes ilyen kiadás, ezek az UC-lapokat viszonylag használtóra készítik szerintem a limited szemszögből. Most elolvaskodtuk a többi lapot, így mindegyikre így vannak jó dolgok ráírva. Hát itt ez bármikor kikasztolod, 6-él, 3x3, flying, discard, draw, ez egy univerzális dolog. Igen. A többiek azok ilyen, ezek sok ilyen tematikus van közötte, kasztolsz enchantmentet, akkor húzó, ha nem, akkor egy grey ogre, stb. úgyhogy szerintem ez a multicolorról ennyit most elég. Na, ta-ta-ta-ta, Crucible Words. Ja, hát azt hiszem, hogy a legértékesebb lapja a kiadásnak. Nem vagy tudom. Egyelőre még mindig az, és még azt is megkockáztatom, hogy az után, hogy ez így reprintelődik, mintán azután is lehet, hogy ez meg fog maradni, de erre már nem vennék mérget. Hát nem biztos. Mindegy, jelenleg is még elég értékes a kártya. Ez el fog múlni egy idő után, sajnos. Hát csökkenget az ára, lement, esett $10, amióta be lett jelentve. Abban a szempontból, hogy vannak jelenleg a formátumon ugye dezertek, amik így elpusztulnak, meg van földírtás, ugye ott az enchantment flippelős földek miatt. Látok benne potenciált, hogy játszható lesz ez a kártya, de nagyon kicsi. Nagyon kicsi esélyt látok arra, hogy ezt lásson valamiféle játékot is. Igazából azt kell mondanom, hogy ezek a lapoknak a berakása ebbe a core setbe, hogy Scapeshift, meg Crucible, meg Omniscience, mondjuk az Omniscience az már nem annyira, de ez a másik kettő, ezek ilyen staple kártyák, és azért ilyeneket bárki bármikor szeretne bontani, szóval ezeknek van egy inkább egy ilyen aspektusa, hogy berakunk értékes jó lapokat a kiadásba, ami miatt néha valakinek jó lesz, hogyha ezeket kibontogatja, például a Szőke Zolinak, vagy nem tudom, de hát, hogy... Jó van. De hogy itt most a Crucible-nek a felhasználását nem érdemes elmondani, mert ismerik, aki játszik vele, ugye Type 2 meg amit mondtál, azzal én egyet értek, hogy lehetnek, nyílhatnak neki lehetőségek, de most jelen pillanatban nem tartunk ott. Ez amúgy legál modernen, ugye? A Words. Az. Szerintem az. Igen. Az. Ott se lát plét igazából. Vagyis hát nagyon kevesen. De... Figyelj, legál, mert van a mostani Barcelona deckbe Words valahol. Nem tudom, hogy hol. Nem, ez önmagában nem? Egy erős dolog ez, hogy lendeket. Tehát önmagában egy ilyen meghatározó erős képességet van, ami mindig jó volt, sosem rossz igazából, amit csinál a kártya. Ez egy legál kártya, modern. Senki nem játszik vele. Tehát te függetlenül jó kártya, kész. Mitől ilyen drága ez a kártya? Azon kívül hát, az is benne van, ezt két, azt hiszem csak Fizzdamban, meg aztán Tense Editionben adták ki. Az a Tense Edition is, az már nagyon régen volt. Nem értem. Relikviának is, meg van belőle Judge Rewards is, de azok elég limitáltak. Hát Fifth Dawn meg Tense Edition. Igen. Hát amit kétszer adtak csak ki, azért az lehet drága, de mondom, ez... De ez ugyanaz, mint a Scapeshift effekt, hogy így van és egyszer lett kiadva. Igen, de nagyon sokat esett az ára már, szerintem mióta tudva levő volt, hogy ez ki lesz adva, de hát én most nyilván persze. Nézek hozzá görbét, és akkor tényleg feleződött az ára konkrétan. Megesik, igen. Mindegy, megesnek az ilyenek manapság.
Hát artifactek közül, amit kiemelnék, hogy vannak ilyen színfixáló dolgaink, azt hiszem, hogy kettőt is találtam. Van egy monolit, az biztos. Hát van egy monolit, ami common, meg van egy másik cucc, ami... Én ezt nem találtam. A Dragon's Horde, igen. Ja, a Dragon's Horde, az elég speciális. Nem csak manát fixel, hanem megint ilyen sárkány téma is. De ezzel csak azt akarom mondani, hogy még az mellett, hogy a zöldben is vannak ugye földkereső, meg színfixáló dolgok, hogy ez miatt, ezek miatt a két darab colorless artifact miatt eladásul a monolit az ugye common, tehát a kétszínű dolgok azok szerintem simán működőképesek, akár limiteden is, de megkockáztatom, hogy még akár több színnel is lehet játszani. Zöldbe is... Hát ugye ott az új Wood Elves, ami akármilyen színűt keres, tehát ez színfixálásnak is mondható. Ami fontos, hogy 10 darab common dual rendünk van, amik deppelbe jönnek játékba, de szépen megstabilizálják a manát, és ilyenből mindig mindenki fog bontogatni, mert common slotra tették ezeket a lapokat. Tehát szerintem a szín problémák azok tehát ezek meg vannak támogatva eléggé világosan, nyilvánvalóan, hogy ne legyenek ilyen problémák. Akkor megbújik itt a Magistrate Spectre, ami egy reprint szintén a változatosság kedvéért, és Time Walk effektet csinál, csak azért említem meg. Ezt még nagyon régen adták ki ezt a lapot, aztán lehet, hogy azóta egyéb más, a Mask, Mercadian Mask nevű kiadásnak volt ez egy kártyája. Sose volt a világógyilkosa, mert mire Time Walk effektet csinál, addigra már hát, hogy meg is halsz, de egyébként Time Walk effektet tud csinálni. Nagyon jó, és van egy dolog, amit nem értem fel, és nagyon furcsán adtam, ez a Meteor Golem. Na várjál csak. 7-3x3, Destroy Target 0-net permanens. Ezt én nagyon furcsán adtam, hogy igen, ezt odaig olvastam ezt a lapot, hogy 7-3x3. Aha, értem. Jó. Igen. Hát okay. Ez... Ugye most nem tudom, vannak kékből vannak copy effektek most jelenleg, tehát hogy az ott elég érdekes lehet. Tudunk reanimálni is, mondjuk a T2-n tudjuk ugye a refurbish-sel, tudunk artifaktot reanimálni. Nem tudom, ennyi. Igazából nekem ennyi volt így az eszembe, ez szerintem az egy eszméletlenül kretén kártya lehet. Igen, én szerintem, hogyha lesz, meg hogyha lesz valami ramp téma megint, akkor is, oda is. Hát ez tulajdonképpen egy jó, nem egy acidic slime, de azért... Nem, ez egy, de hát... Ez, hogy Noland permanens szed le, ez abból szempontból veszélyes, hogy előfordulnak a játékhelyzetek, hogy nincs neki célpontja, igen. Bármilyen furcsán is hangzik ez, de... Acidic slime-nak annak viszont mindig, igen, minden körülmények között vagy. Szokott lenni célpontja, ha más nem, akkor lesz, tehát aznak általában föld szokott lenni, de az tehát fixen van itt. Jó, hát az ritka, hogy ne legyen, de amúgy ez ritka az ilyen, hogy ilyen vindigét effektet csinál egy lap. Konkrétan, mert általában nem adnak ki mostanában teljes vindigét effekteket, úgyhogy igen. Ez tényleg jó, hogy észrevetted, mert ezt én erről nem ezt feltársiklottam. Van még egy Mills Doom. És akkor még van egy érdekes dolog, vagy kettő pontosabban, az egyik ez a Desecrated Tomb, aminél azt érdemes megfigyelni, hogy Leaves Your Graveyard van ráírva, de hát várjál, mi csoda? Desecrated Tomb, vagy három manás artifact, és amikor egy vagy több creature cardot elhagyja a temetőt, de hát a dredge deck visszaerőlködi valahogy a temetőből a kártyát a játékba, a narkambővától kezdve a visszaugráló cuccokon át a nem tudom micsodát, azt hiszem a dredge-es lényei is vonatkozik ez logikai alapon, tehát hát már leaves, igen. Leave-eli a graveyardot bármilyen lény, akkor rak egy token most. De még az is van, hogyha a Leyline of the Void-dal ugye oda menne egy lény, akkor tulajdonképpen az is leave-eli a battlefieldet, nem?
Nem a Nem, Battlefield, mert ez, temető. vagy nem a Ha temetőt. Vagy... kiraksz egy Rest in Peace-t, és tele van a dredge deck ellen, kiraksz egy Rest in Peace-t, és onnan Ixalanba kerül az összes lénye, akkor kap annyi tokent. Bad tokent, amik repülnek. Mert leave-elik a graveyardot. Én szerintem. Mindegy, szóval ez egy érdekes lap. Hát, ugye, ami, ugye úgy van, vagy szerintem, ugye, ahogy elolvasom mondjuk a Rest in Peace-t, hogy if a card or a token would be put into graveyard from anywhere, exile it instead. Tehát, hogy az nem érint ilyenkor a grave-et. De én most arról beszélek, hogy tele van a... Ha tele van, akkor igen, mert akkor exile-ol a temető, cards. És a temetőből exile-ba kerülnek, igen, akkor ez mindegy, én most nem akarok ilyen judge-tel mondjuk belefújni, de én szerintem ez arra gondol ez a kártya, hogy honnan a temetőből bármilyen módon kikerül a kártya, most az Ixalanba kerül ki, hát az én olvastom szerint az is leave-elés, de nem akarok hülyeségeket mondani feltétlen. Ezt már utána kell nézni pontosan, hogy ez mit elfejtettem megkérdezni bíróktól, ez most ez a leave your grave, de ez egész pontosan mire vonatkozik. Hát egy jó ez a lap... Sidepad, elég jó. Kirakja a dredge deck, és akkor onnantól kezdve... Mi van? Tehát akkor onnantól kezdve... Hát vagy kirakja a Living End, és így... Oh. Én nem tudom, így bármi, tehát ilyen Living End jut az eszembe, tehát tényleg. Tehát ilyen tök fogyatékos deckek, amik egyébként side után rosszabbak a Grave Hate miatt. Ez a lap mondjuk valamennyit fixál rajta. Vagy nem tudom. De igazából én csak azért írtam föl, mert érdekes. Ezen elgondolkodtam, hogy ez esetleg érdekes dolgokat tud csinálni. Ettől függetlenül mondom, lehet, hogy nem fog senki semmire használni, csak ez a... Nem majd kiderül. Ez dolog, és akkor van még ez a detection toverünk, megyek, ami... Megyek. A detektáció megtörténik a Hexa pályán. Igen, mondjad? Hát ugye volt a csoportban a kérdés, hogy mi ez, én azt mondtam, hogy ez a forgó óra a nyugatinál, erre a kocs is írta, hogy ez a Moszkvánál a régi óra, de hogy elvileg ez Mirrodin. Igen. De volt, aki, igen, hát ugye ez egyértelműen Mirrodinra utaló kártya, mert hogy ezek a hexás ilyen, tehát nekem is az adott eszembe, de nem beszéltünk össze előtte, ezt elhagyjuk. Amúgy pedig a kártya összecsukja a Bogus decket csöndben, azt hiszem, ugye? Hát ugye igen. Nem lesz Hexproof-os a kis küszmöte, egyik se. De a Carnage Tyrant se lesz Hexproof-os adott esetben, hogyha valakit ez zavarna. Bocsánat, közben áthúzok egy képet innen a másik monitoromról. Itt van a Contested Warzone, ami ugye Mirrodinba jött ki, és annál is ugyanez a Hexa, figyelhető meg. Így van. De ez a kártya ettől függetlenül valószínűleg vagy side lap lesz, vagy nem tudom, de hogy most azért, mert a Hexproof-ot el tudja venni, azért nyilván nem fogsz vele talán mindek játszani, és akkor se biztos, hogyha van Hexproof deck modellen, még akkor se biztos, hogy befér a nem, side-ba. Nem éri meg egyszerűen azt a... De a kártya tök érdekes dolgot csinál, hogy talán az első lap, ami Hexproof-ot megszüntet, megvilágítják ott azt az emberkét a tolonyból, és akkor onnantól kezdve le lehet lőni. Úgyhogy, ja, ez ennyi a... Jó, illetve nekem még van, nekem még van egy pici, na. Az EDH-soknak a nagy örömére jön Reliquary Tower reprint, ugyanis nem tudom, hogy tudtad, de ez a lap, ez $5. Tehát a Reliquary Tower, mert ez nem volt printelve évek már nem óta. Annyi. Már nem annyi, de ez végtelen sok pénz volt, főleg az ilyen FNM promó, meg mit tudom, micsoda. És ami nagyon fontos, hogy nincs, azok pedig a Rare Dual Cycle, mert eddig minden M kiadásban volt Rare Dual Cycle, itt meg nincs. Tehát vagy Painland, vagy a mostani Checklandek, vagy az X-alanos checklandek, amik már előtte is ki voltak adva, azok mindig kijöttek M-szériába, most viszont nem. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor mostani M-szériában csak a common landek fognak kijönni, amik duálok. Nem tudom, hogy ez jó lesz-e, vagy sem. Nem tudom, hogy te erről tudsz-e valamit. Mert ugye most csak egy set duáltól köszönünk el, és marad majd kettő. Ugye? Igen. Hát maradnak a
Az X-alanos marad meg lesz, meg, igen. A, meg, úgy, meg, ennek a, meg annak a keresztszínű... A két cseklen marad a 10 darab, ugye? Így van, meg majd itt még esetleg kiadnak hozzá a következő kiadásba, ami fölváltja a kaladást. Mert meggyőződésem, hogy fognak jönni. Ravnikába leszünk? Igen. Nem hiszem, hogy harmadjára is elsütik a sok lendeket. Tehát, hogy az annyira gáz lenne. Ez, most így, de amúgy nem tudom. Most, hogyha azt akarja Wizards, hogy vegyék a Productot, akkor elsütik. Hát pedig azt akarja. De hogyha rendes standardet akar, akkor nem süti el. Most igazából van annyira olcsó jelenleg egy shockland, hogy nem éri meg nekik kiadni, vagy nem tudom. Tehát, hogy így igazából... Nem, attól függ az én szerintem, hát... Hát figyelj, most egy Steam Vents, az... Nem drága. Nyilván, de hogyha a repintereket, akkor még a millanyúan se lesznek drágák, de akkor még de most így, azzal, hogy... Tehát az a baj, hogy hiába tolja le a shocklandeknek az árát, gondolom én azt, hogy ez valószínűleg modern fejlesztésre fog elmenni, ez a dolog, hogy menjenek be a játékosok a modernbe is. És az a baj, hogy modernen nem ez a monobázis a drága, hanem a fetch-ek a rohadt drágák, a snapcaster mage-ek a rohadt drágák, a goblin guide-ok a drágák, még hogyha most reprintelték őket, még mindig azok a drágák. És hát, nem, igen, nem meg, ez... meg olyan lapok, amik speciálisak. Ja, de hát... Modern igazából sokszor mindig, és hát legtöbbször az a drága, amik a best deck-ek és amikkel játszanak, és azokból kell, meg jó, amik csak kevés tudod, van. Tudod, most az van jelenleg modernen, hogy van 8-10 darab tier 1 deck. Tehát, hogy viszonylag azért nagy a lefedés ebből, és hát szerintem, mindjárt megnézem egyébként, de olyan... Nézd, figyelj, igen, a legolcsóbb deck az UR Gift Storm, ugye, és az van egyedül 400 dollár alatt, az összes többi meta deck, hát jócskán 700 dollár fölött van. Uh-huh. Jó, minden esetben én azt mondom, hogy a nagyon nagy változás az elmúlt években, vagy ilyen nagyon nagy... Tehát Glacial Fortress, meg az Isolated Chapel, meg a Fastlandeknek a keresztszínű verziói. Igazából ami újdonság volt az, hogy akkor kiadtak ilyen cyclingolható teppelbe jövő dual landeket, ugye az Amonkhetbe. Azokkal se történt semmi. Igazából jó, és azok is maradnak, de hát, hogy most ugye... Nem, az Amonkhet. Hát így. Az nem marad? Az megy? Hát majd szeptemberrel megy, a rotával. Na mindegy, de hát, hogy a lényeg, hogy nagyon nagy ilyen fantáziadús ötleteket nem tapasztaltam az elmúlt évben így a föld cycle-ök kapcsán, de hát, hogy most, hogyha egy ilyen ravnyikai kiadás lesz, lehet, hogy egy kicsit lerágott csont, hogy megint reprintelik a sok lendeket, de amúgy ez a Return to Ravnica, ez már elég régen volt, de hát, hogy tudom én, elég sok évvel ezelőtt. Hát, de majd meglátjuk. Meglátjuk, hát, hogy mi lesz. Tragédia nem fog történni akkor sem. Hát figyelj, legrosszabb esetben megint, nem tudom, 2000 forint lesz egy sok lennem, pedig 4-5. Igen. Tehát, hogy kb. Ennyi fog történni. És hát szerintem ennyi történt az M19-ben. Nem tudom, hogy te egyetértesz ezzel. Ide értünk a Basic Landeknek a végéhez, illetve mindenhova máshova. Köszönjük szépen annak, aki itt volt. Nem nagyon néztem, hogy ki volt itt, vagy ki nem. De köszönjük szépen. Fel fog kerülni YouTube-ra, illetve lesz belőle MP3 verzió is, aki csak most kapcsolódott be, vagy később kapcsolódott be. Csütörtökön és akkor... És legközelebb majd a Ravnikás kiadásnál. Ravnikás kiadásnál vagy... Hát ki tudja, lehet, hogy még hamarabb is összejövünk. Igen. Még ez még nem eldöntött. Vissza is pörgetek ide szépen az elejére, megnézzük még egyszer a Zsanit, és közben akkor elköszönünk. Köszönjük szépen a lehetőséget, sziasztok! Sziasztok!